Most már az elejére is ki kell rakni, hogy tudják, hogy gyerekeket szállítunk. Ez is az új szabályozás része, ahogy az is, hogy a gyermekszállító buszokat nem lehet majd kikerülni akkor, amikor a gyerekek éppen ki vagy beszállnak. Sándor Gábor 3 éve szállít gyerekeket. Azt mondja, az autósok nem figyelnek oda rájuk. Hiába, hogy rajta van a jel, hiába látják, hogy kiszállnak a gyerekek, akkor is rohanni akarnak. Ütösségével figyelmetlenek. Meghökkentő felvételt készített egy buszsofőr nemrég. A gyalogos átkelő előtt a járművet hátulról előzni kezdte egy autó. Jól látszik, ha a vezető nem húzza át a buszt a szemközti sávba, az autós elgázolja a kislányt. Májustól ezért az iskolák környékén felfestett zebrákat is csak 30 km/h lehet majd megközelíteni. A módosítás célja, hogy a sofőrök jobban figyeljenek a gyerekekre. A 14 év alatti gyerekek körében a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek aránya 11-ben meghaladta az 1500 főt. Folyamatosan csökkenteni akarjuk általában is a közlekedési baleseteknek a számát, de ez egy olyan terület volt, ahol célzottan a gyerekek védelmét tudjuk szolgálni. Van értelme és szükséges. A közlekedésbiztonsági szakértő szerint is időszerű volt a KRESZ módosítása a gyerekek érdekében. Közlekedőként még nem olyan tudatosan változtatnak helyet, vagy közlekednek, vagy utasként nem úgy közlekednek, mint egyébként a felnőttek. Tehát jobban kell rájuk vigyázni, és ezek a pontosítások ezt a biztonságot szolgálják. Aki nem tartja be az új rendelkezéseket, komoly büntetéssel számolhat. A szabályszegő autós akár 150 000 forintos bírságot is kaphat.